Megtelt a mozi előtti tér, a dózsások mozgatták meg magukat, mind a 600-an. Szüreti mulatságot szervezett az Epilepsziások Egyesülete. Szakemberrel beszélgettünk az éttermeket érintő nehézségekről. Egy győzelem, egy vereség az acélbikáknál. Köszöntöm nézőinket, Önök a DSTV híradóját látják, Dunajváros híreivel jelentkezünk, kérem, hogy tartsanak velünk ma este is. Mozdulj Dózsa 45 elnevezéssel szervezett jubileumi ünnepséget a Dózsa iskola tegnap délelőtt a mozi előtti téren, ahol a teljes iskola megmozdult. Szó szerint. Fennállásának 45. tanévét kezdte meg szeptemberben a Dózsa iskola, és természetesen úgy készülnek a tanév során, hogy méltóképp megemlékeznek erre az évfordulóra. Most például hétfőn a teljes iskolát mozgatták meg, a Mozdulj Dózsa 45 program helyszíne pedig a mozi előtti tér volt, ami teljesen megtelt dózsás diákokkal, akik készen is álltak egy kis közös mozgásra. Igazából több programunk van. Vannak olyan rendezvények, ami az iskola falain belül valósul meg, és vannak olyanok, amelyek kívül. Az egyik ilyen volt a tanévnyitó ünnepség 2-án, ahol is a felsősökkel tudtunk itt ünnepelni. Most pedig úgy gondoltuk, hogy az egész iskolát összefogva a Mozdulj Dózsa 45 apropóján egy 45 éves sportos mozgást terveztünk be. Az igazgató asszony egy dolgot emelt még ki, ahogy fogalmazott, nagyon jó, hogy együtt lehetünk, és együtt tehetünk valami jó dolgot az egészségünkért. Tehát 45 éves a Dózsa iskola, azaz a 80-as évektől kezdődött az intézmény, hát mondjuk úgy, hogy karrierje, ami bizony nem most volt. És akkor szolgálunk egy érdekes adalékkal is. Különös a dolog, ugyanis én a születésüknél is ott voltam már, mert az első osztályok még annak idején az MMK-ból indultak el, és nekem gyakorlatilag első pillanatok kezdve nagyon-nagyon szoros kapcsolatom van az iskolával, a pedagógusokkal, mondhatom azt, hogy a gyerekekkel is, hiszen rendszeresen nálunk voltak a programokon, szerveztünk az iskolánál programokat, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon komoly volt. Érdekes, hogy már 45 esztendő is egyfajta történelmet jelent, jelen esetben Dunajváros életében, illetve a Dózsa iskola életében. Csapó Nóra fitness edző mozgatta meg a Dózsa iskola növendékeit, tehát ráhárult a közel 600 fős rögtönzött és rendkívüli tornaóra levezénylése. És közben lehet tippelni, hogy Nórának van-e, lehet-e köze a Dózsa iskolához. Kihívás volt abból a szempontból, hogy egészen a legapróbbaktól a nagyobbakig már össze kell őket fognom. Úgyhogy egy ilyen páros edzéssel, tornával, játékos, vicces feladatokkal készültem. Én is dózsás voltam, pontosan tudom, én is már nagyon-nagyon régen elballagtam, de mind a mai napig, amikor egy volt osztálytársal, egy általános iskolaival az utcán összetalálkozok, tudom, hogy mekkora boldogság ez. Úgyhogy igazából a lényege a barátkozás lesz ennek az edzésnek. Kicsit átmozgatjuk őket, úgyhogy mindenkinek lekösse a figyelmét. És ezt a célt egészen biztosan elérte a Mozdulj Dózsa 45 akció. Ismételten csak színes, emlékezetes, jubileumi évet kívánunk a Dózsának. Szüreti mulatságot szervezett pénteken délután a Dunajvárosi Epilepsziások Epi Egyesülete a Római Városrészi Civilházban. Rövid műsorral kezdődött a rendezvény, amit a városrész lakói is láthattak, majd igazi szüreti vigadalom kezdődött a civilházban. Nehéz szavakat találni, mert le a kalappal előttük. Az Epilepsziások Egyesülete hónapok óta készült már a szüreti mulatságra, varróklubot alakítottak és ruhát vartak maguknak, énekkart szerveztek és dalolnak maguknak, amikor csak tudnak. És persze daroltak a szüreti mulatságon is, aztán sütöttek, főztek és önfelett igazi vigadalmat terveztek és szerveztek maguknak. Mindenki örül annak, hogy valami rendezvényt összeszervezünk, mert ezeket az embereket legtöbbet ki közösítik, mert ugye beteg emberekről van szó, és így mi meg összetudjuk őket fogni. Nagyon sok segítséget adott Önő Anna Mária, Matyoszki képviselő úr, és hát nyilván én is, és beleteszünk mindent abba, hogy hát mindenki jól érezze magát, és kellemesen. És
úgy szerveztek maguknak szüreti mulatságot, hogy kimentek az utcára műsort adni, szőlővel, borral, pereccel, pogácsával kínálták az arra járókat. Azt mondják, hogy szerettek volna adni. Itt fél pillanatnyi kitérés folytatjuk, csak emlékeztetőül, hogy ők voltak az a szervezet, akik karácsony előtt gyűjtést szerveztek a rászorulóknak a piacon. Csak elgondolkodtatásként, hogy ki is az a rászoruló. És akkor vissza a szeptember 26-ai szüreti mulatsághoz. Próbáltunk egy kicsit a népviselethez igazodni, ezért alakult szintén egy szakkörünk, saját készítésű minden ruhánk. Szintén nagy munka van benne a tagok részéről, akik varni tudnak. Úgyhogy ez felemelő érzés, hogy ilyen szépkorúak, ilyen hevesen és energikusan állnak bizonyos dolgokhoz. Készültünk természetesen a városrészben itt lakóknak, akik mondjuk erre járnak, erre sétálnak, egy kortyintásnyi friss borral, szőlővel, pogácsával, és amikor ilyen időben, szüreti időben szokás, sósperetszel. A szüreti mulatság pedig tényleg az énekkar felvonulásával és dalaival kezdődött, és akkor saját készítésű ruháikban nem csupán saját örömükre egy rövid kis műsort adtak elő, a talpon állott harmonikával Barica József kísérte. A vigadalom pedig már a civil házban folytatódott, és hogy miért fontos ez? Egyrészt magának az egyesületnek is fontos, másrészt, ha már van egy ilyen szép civil házunk, és ilyen aktív emberek, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kellemes színfoltja a városnak, a városrésznek. Beszéltünk már arról, hogy a szüreti mulatság már hagyományosnak számít, azaz elvileg lesz folytatása is. Ma úgy akartuk készülni, hogy hát egy nagyobbat, hogy bemutassuk, hogy hát a szőlőprésselés minden hogy megy, de sajnos ezt nem tudtuk úgy megvalósítani, mert az idő olyan rövid, ehhez föl kell azért készíteni nagyon, és az idő rövidsége végett nem tudtunk, de jövőre, mikor a nagyobbat megszervezzük, akkor viszont már bemutatjuk, hogyan kell szüretelni, hogy kell préselni, lehet kóstolni majd a mustot, minden akkor már nagyobb szervezésben meg fogjuk ezt tenni. Ezt kívánjuk az EPI Egyesületnek, jó egészséget, sok-sok vidám percet, láthatóan a jó társaság adott már mindenhez, mindenhez. Az elmúlt években nem tudtunk úgy forgatni egy vendéglátó egységben, hogy ne került volna szóba a koronavírus járvány, vagy épp az energiaválság. Ezekről manapság talán kevesebbet hallani, a hatásuk azonban érződik. Erről a témáról is érdeklődtünk a Csibész Csibefalodában. Településünk egyik kedvelt vendéglátóegysége a Csibész Csibefaloda. Nem is olyan rég hozzájuk látogattunk el. A népszerűség azonban nem minden. A háttérben nagyon sok folyamat zajlik, amelyek meghatározzák egy étterem jellegét és helyzetét. Például véget ért a nyár. Ilyenkor a városban jellemzően kevesebb fiatallal találkozni, de ez csak egy dolog. Milyen volt az elmúlt időszak a Csibészben? A nyári szezon az Dunaújvárosban jellemzően gyenge, mivel nem vagyunk egy idegenforgalmi központ. De ennek ellenére úgy gondolom, hogy most már kezd visszatérni a vásárlók kedve. Ami érdekes, hogy a Covid, illetve hát az a nehezebb időszak elvonulta után, hogy átrendeződött a forgalmunk szerkezete, sokkal erősebb lett a házhoz szállítás, és ez meg is maradt jelenleg is. No de hogyan lehet kilábalni egy nehezebb időszakból, vagy hogy lehet túljutni a holtpontokon? Szabó Ferenc szerint sok mindennel próbálkoztak már, de leginkább reklámokkal, akciókkal és új ételek kitalálásával tudják felkelteni a vásárlók érdeklődését. Fontos továbbá, hogy a helyzetükből adódóan jó kapcsolatot ápoljanak a közeli egyetem és a középiskolák közösségeivel. Sokszor úgy érzem, hogy már minden puskaporunkat előttük, és nagyon nehéz újat kitalálni. Nyilván egy kis akcióval, egy kis reklámozással lehet lendíteni a forgalmon, de nagyjából ennyit tudunk. Új ételeket találunk ki. Azt pedig nem csak a vásárlók érzik meg, hogy egy-egy bevásárlásra egyre nagyobb összeget kell költeni a boltokban. Az éttermeknek ugyanúgy emelkednek az alapanyag költségei. Ezt lehet persze kompenzálni áremeléssel, de mindenkinél van egy lélektani határ, és ezt sem lehet a végtelenségig folytatni. A legtöbb alapanyagomnak az ára megkétszereződött, van, aminek meg háromszorozódott az ára, és ez azóta is ott van fönt, minimálisat csökkent az ára. Hát új beszerzési forrásokat keresünk állandóan. Ezzel tudunk egy kicsit javítani a helyzeten. Ez a szempontból nehéz helyzetben vagyunk, igen.
De ezt mindenki látja, hogy a boltban milyen árak vannak. Az, hogy az infláció lelassult, nem jelenti azt, hogy visszamentek az árak, hanem fölmentek és ott is maradnak, csak kevésbé gyorsan drágulnak. Úgyhogy sajnos az áremeléssel is kénytelenek vagyunk próbálkozni. Úgy gondolom, hogy nincs akkora ellenállás most már ez ügyben a vásárlók részéről, elfogadják. Szabó Ferenc azzal zárta, hogy a nehézségek felértékelik a visszatérő vásárlókat, hiszen számítanak azokra a vevőkre, akik a nehézségek ellenére kitartanak az étterem mellett. Az elmúlt napokban jutott mindenből a Dunajvárosi Acélbikák jégkorong csapatának. Somogyi Balázs alakulata az Erste Ligában az éllovas Brassót verte 4-2-re, majd idegenben kikapott a DVTK Jelges Medvégtől 5-3-ra. A napokban két mérkőzést is játszott a Dunajvárosi Acélbikák jégkorong csapata. Kezdésként egy győzelemnek örülhettünk. Együttesünk az eddig remek formában lévő Brassó csapatát verte az Extraligában 1-1-es, 0-1-es és 3-0-es harmadok után összesítésben 4-2-re. A mérkőzést követően Somogyi Balázs értékelte a csapat teljesítményét. Mintazt kiemelte, az elmúlt napokban nagyon keményen edzett a csapat, és ennek meg is lett az eredménye. A harmadik felvonásban egy teljesen új együttes korcsolyázott jégre. Nem igazán beszéltünk a mérkőzés után arról, amikor legközelebb találkoztunk itt a jégpályán, hogy pontosan mi is történt ezen a mérkőzésen, vagy az előző mérkőzésen, hanem inkább azt próbáltuk megfigyelni, hogy a játékosoknak leesik az üzenet, és hogy reagálnak rá. Azt gondolom, hogy nagyon kemény héten vannak túl, eddig, legalábbis ami mögöttünk van. Nagyon keményen edzettek, és férfiasan beleálltak a munkába. Lehet, hogy sokszor nem tetszett nekik ebben a pár napban, de egy pillanatra sem jártam jelét annak, hogy ők fel szeretnék adni a harcot. És maradtunk egy olyan győzelmet, ami tényleg a szív és a kemény munka győzelme. A vendégek részéről Streng Hunor értékelte a találkozót. Azt gondolom, hogy nem jól kezdtük a meccset, elég csapkodó volt a játék, nem gondolom, hogy magas színvonalú volt, viszont 6 ember fölényes szituációba is el tudtak jönni, ami szintén nem gondolom, hogy jellemző lenne ránk, sajnos az előző mérkőzéseken is voltak hasonló esetek. Erre külön felhívtuk a figyelmet a harmadszünetbe. Ennek köszönhetően azt gondolom, hogy a második harmadunk a sokkal jobb volt, ott már nem voltak ilyen szituációk, viszont elég sok időt tudtunk a támadó harmadba tölteni. Abba a periódusban sok helyzetet kidolgoztunk, azt gondolom, hogy ott akár is dönthettük volna a mérkőzést. A Brassó elleni győzelem után a DVTK Jeges Medvék otthonába látogattak el a bikák. Ott azonban a hazaiak örülhettek, ugyanis 1-1-es, 3-2-es és 1-0-es felvonások után összesítésben 5-3-ra verték a mieinket a Jeges Medvék, így egy győzelmet és egy vereséget sikerült elkönyvelni a mögöttünk hagyott napokban. Van még miben fejlődni, de addig is sok sikert az acélbikáknak. A tabellán második, eddigi 5 meccsén összesen 30 gólt szerző Csor elleni hazai összecsapással folytatta a Fejér vármegyei első osztály küzdelmeit Dunajváros labdarúgó csapata szombaton. A mieink számára elengedhetetlen volt a 3 pont megszerzése ahhoz, hogy tapadjanak az élmezőnyre, és a játékosok át is érezték a meccs súlyát, mert már a kezdő sípszót követően magukhoz ragadták a kezdeményezést, és a 13. percben betaláltak a kapuba, majd a 23-ban is. A második játék részben is a dunajvárosi csapat volt eredményes, a hajrá így már semmi izgalmat nem hozott, labdarúgóink összességében simán 3-0-ra nyerték a találkozót, így 4 mérkőzést követően 2 győzelemmel és 2 döntetlennel állnak a középmezőnyben úgy, hogy 2 meccsel kevesebbet játszottak riválisaiknál, tehát Dunajváros Csor 3-0. Ez volt a DSTV híradója, holnap is várjuk Önöket, viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.